Sziasztok, hello mindenkinek! Itt vagyunk most, meg is érkeztünk Budapestre, és itt vagyunk a Kossuth téren, a parlament épülete előtt, látjátok. És ugye ebben a videóban a kettes villamosra fogunk foglalkozni. Ugye egyik kedvenc villamoson természetesen, gondolhatjátok, hogy miért, de először beszéljünk egy kicsit a történetéről. Ugye ennek az a története, hogy ugye az 1900-as évektől 2013-ig és 2015-ben volt egy betétjárat a 2A, amúgy a kettes villamos, bocsánat, hogy nem mondtam, egy Jászai-Maritér, aki nem tudná, Jászai-Maritér közvágóhíd között közlekedik a Dunaparton, és ugye 1900-as évektől 2013-ig volt egy betétjárat a 2A, ami csak a Jászai-Maritér és a Boráros tér között közlekedett tanítási időszakban, reggeli csúcsidőben. És ugye ez már ugye nem közlekedik, mert 2015-ben járt utoljára, de a kettes villamosról, ami még nagyon fontos tudni, hogy valamilyen cég, már bocsánat, de elfelejtettem a nevét, a világ 10 legszebb villamosa közé sorolta, úgyhogy ez a hetedik, a világ hetedik legszebb villamosa, és ugye azt is érdemes róla tudni, hogy GANSZ KCV 7-esek közlekednek rajta, ugye azok a GANSZ CMG típusnak a felújított változatai. Ugye van a GANSZ CMG, és ugye az a különbség, ma pont is megy egy, akkor azt le is kapom nektek, hogy látjátok, ez pontosan ez a láthatjátok, hogy ott egy kicsit kívülről a motor felújították, ugye GANSZ CMG-ből GANSZ KCV-t motor felújították, a felül is felújították, nem tudom már pontosan mit újítottak rajta, de a belső rendszer is. És képzeljétek, hogy a GANSZ KCV 7-nek aztán még a GANSZ KCV 7-et is, a belső utasterét is felültettek, ez a villamos is pont ilyen, és akkor a belsője is megújult. Úgyhogy srácok, várjátok, most visszafordítom ide a kamerát rám. Srácok, hát képzeljétek el, szép útvonal, szép villamos, felújított villamos, hát mi kell még ennél? Srácok, hát nekem a kedvenc villamosom, igen, ezek nagyon tetszenek nekem, ezek a villamosok, a CMG, KCV, Tátra, ilyenek nagyon tetszenek, ezért is nagyon szeretem a budapesti tömegközlekedést. Hát igen, srácok, akkor hamarosan utazunk vele. Azt hiszem, hogy a Fővám térig fogunk menni, és akkor részletesen megmutatom nektek a villamos, de ja, itt az országház. Ja, itt van egy kis szökőkút. Nem tudom, nem is tudom, hogy miért, srácok. Azt hittem, hogy a srác iszik belőle. Nem mondom, ez nem ízlő víz. Na és akkor, ugye még azt is érdemes tudni, hogy az országház ugye itt van, és akkor az a villamospálya. Ugye van a két megállója, van itt az országház látogatóközpont. És ugye itt, ahol most láthatjátok, hogy megáll az a villamos, a Kossuth Lajos tér metró állomás, mert a N2-es metró erre jár. Ugye most megmondom nektek az időt, 9 óra 28 van, nekünk már csak majdnem pontosan másfél óránk van, ugye tényleg 11-kor megy a vonatunk, amivel megyünk Zánkára, de még nekem van még egy videó, egy videóval szolgálok nektek, innen Budapestről, legyen meglepetés azért. Na srácok, akkor megyünk a kettes villamossal. Tartsatok velem! Na srácok, és ugye itt vannak még, amit tudnotok kell, hogy ez a valamilyen tere, nem tudom. Ugye itt már nagy építkezés folyik, nekünk is egy kerülőbe kellett jönnünk, és közben itt van az 1326-os pályaszámunk. Szintén korszerűsített GANSZ KCV 7. Ugye, amit tudnatok kell még, hogy korábban CMG-k is közlekedtek rajta, de azokat kivonták a forgalomból. Na szóval mindjárt itt menjünk ide a buszmegállóba. Nem tudom, hogy jön a következő villamos. De láthatjátok, hogy itt nem nagyon van váró, nem tudom, hogy miért ezzel. Ugye itt van az M2-es metrónak a aluljárója, ugye az épületet is felújítják, ugye a nagy daruval. Meg állandál, mert ugye itt jár még az M2-es. Hoppá, talán itt is van. Na és srácok, szállunk is fel erre a villamosra. Láthatjátok, hogy ez egy korszerűsített GANSZ KCV 7. Végig megyünk rajta.
tudom cseppni. Hoppá, elesek. Szóval itt hagyjuk el. Próbálok kirejönni nektek az ablakot. Én nem, nem csak úgy ez a világ le 7. legszebb villamosra és a villamos útvonala, hát gyönyörű a villamos, ami rajta közlekedik, az KCV7, a Remlata, és a útvonala is tényleg gyönyörű, és még, sőt, még felújított is a villamos, még bajnokszik, hogy tényleg. Széchenyi István téren. Ugye itt a Láncid. Sem mutatom is nektek a ajtó zárolását. Thank you.
És megmutattam ennek a villamos tanítanát. Láttátok ugye, még ezt megmutattam, ugye itt vannak a forgalmi változások. Szóval 4-es-6-os vonalán ugye a kormányegyer és a Dévudai végállomása között pótlóbusz közlekedik. Vörösvári úthoz. Aki nem ismerné Budapestet, de nagy részt, hogy budapestiek vagytok, akkor tudjátok ezt simán. Ezek fülösleges információk nektek, mert ez olyan alap. De én is olyan, mint egy budapesti lennék, nekem is olyan alapot hatok, hogy az ide megy, ez oda megy, ezt fejlődöm a közben. Semmi kötel és semmi Budapest, és erről van, hanem mindig megoldom egy másik kártól is. Most erre szállunk ki, vagy erre kell, nem tudom, mert én sem látom, srácok, hogy egyszer erre az oldalon nyílik ki az ajtó, egyszer arról, kamajon nem látok bele. Szerintem most felmenjük a Szabadság hídra, és akkor én innen elköszönök, mert ugye nyomhatnám tovább a videót, de srácok, erre nem vagyok nagyon ismerős, és fogalmam sincs, hogy már most rossz helyre itt fogunk átmenni, igen, erre. Ugye ezzel a lifttel jöttünk fel, és ugye, bocsánat, és akkor itt a Szabadság hídon már én voltam, átsétáltunk szüleimmel már tavaly, azt hiszem, de még az a pláne benne, hogy a szakadó esőbe. Nézzük, hogy nem megy az autó, akkor mehetünk. És ugye tiszta New York srácok, ez a sárga taxis dolog. Hogy amikor megláttam a sárga taxikat Budapesten, hogy New Yorkba érzem magam. Na szóval akkor mindjárt fel is megyünk ide a hídra, és akkor mehetünk. És közben itt jön az 1360-as CMG, nem KCB-t, ugye láthatjátok a hasonlóságot, ugye láthatjátok, hogy kicsit le van pusztulva ez már ez a villamos, meg ez már túl öreg Budapesthez ez a villamos.
ugye, de ugyanúgy néz ki, mint a majdnem, mint a KCB7, úgyhogy ugye a KCB, a gaz KCB7, a gaz CMG-ből felújítva. Hát igen, akkor mindenre bejövünk, ugye, ti azt lehet feltámjátjátok-e sokkal. Közben jön itt egy 49-es, 1313. Ugye azt elmondhatom nektek, hogy azért közlekednek itt CMG-k, mert itt más villamos, olyan szűk itt a hely, itt más villamos, azt mondja egy ismerősöm meg egy, hogy más villamos nem férhet el itt, hogy, mert azért közlekednek CMG-k, de biztos, hogy nagyon ért a villamosok, hiszen elhiszem neki, hát eléggé most is, ahogy jött ez a CMG, ez a 49-es, jól megdübörögött a lábam, így, hogy na, szerintem akkor idáig megyünk eddig, szerint Erkély, így, és akkor ugye a gyönyörű Duna srácok, hát tényleg. Turistáknak való hely, nem budapestieknek, azt megmondhatom, hát tényleg gyönyörű. Tényleg gyönyörű ez így. Turistáknak való, az biztos, mi turisták vagyunk, de hogyha Budapesten laknék, hogy nagyon szeretnék lakni, ott van a leírásba, és szerintem a csatorna leírásba, és hát tényleg srácok, hogy gyönyörű. Tudok közben ott a Gellért hegy, a Gellért szobor, és látjátok, ránagyítok. Tényleg innen gyönyörű a kilátás, és mondja, hogy én, hogyha Budapesten lennék, biztos járnék ide. De Kuhár Bence is megmondta, hogy ő már nem szereti a belváros, meg ő már undorodik egyszerűen a belvárosról, hogy ez a rengeteg turista még a korábbi videójában mondta, még régebben. Na jó, akkor innen srácok a Szabadsághídon, megköszönöm nektek a figyelmet. Tetszett a videó, mindenkit nyomjatok egy lájkot. És írjatok, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. De is ne felejtjétek azt se, hogy éljen a közlekedés. Ilyenkor főleg azt mondom, hogy éljen a BKK, hoppá, belültem a botomat a rútba. És hallgassátok a rádió egyet, mert tényleg csak igazi ma is lágem megy. Szép napot mindenkinek, sziasztok!